Mai vendégünk Horváth Gábor, a hatvani tűzoltóság nemrégiben megválasztott tűzoltóparancsnoka. Köszöntöm a stúdióban. Én köszönöm a meghívást. Ugye Zólyomi Géza úrtól vette át ezt a pozíciót, a hatvani tűzoltóság vezetését. Milyen célokkal vág neki ennek a munkakörnek? Hát le szeretném szögezni, hogy a volt parancsnok úr, a dr. Zólyomi Géza alezetes úr új beosztást kapott. Ő most jelen pillanatban a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek vezetője, és az ő által úgymond üresen hagyott pozíciót töltöm én be április 1-i hatállyal. Maga a feladatok számomra adottak, tehát 60-tól, a 60-i parancsnokságtól, mind a korábbi időkben megszokták, elvárták a jó színvonalas munkát, tulajdonképpen ezt kell nekem továbbvinni, legalább azon a színvonalon, amit eddig is teljesítettünk. Ugye Zólyomi Géza alezredes úr is hangoztatta több ízben is, hogy meg voltak elégedve a 60-i tűzoltósággal, többször példának is hozták fel szakmai berkekben. Mennyire volt az nagy teher, hogy egy ilyen színvonalas munkát kell, hogy átvegyen és tovább vigyen? Szerintem ez nem teher, hanem elvárás természetesen. Tehát amit megszoktunk, ezt a munkatempót, ezt tovább kell vinni, tovább kell folytatni. Új feladatot jelent ugye az is, hogy most átalakítás van a katasztrófavédelem, vagy volt a katasztrófavédelem, illetve a tűzoltóság házatáján. Mennyire volt gördülékeny ez az átalakítás, és mennyire működik most gördülékenyen a 60-i tűzoltóság? Sikerült-e átállni erre az új rendszerre? Tulajdonképpen a 60-i parancsnokság munkáját, úgy mondom, a tűzoltói és műszaki mentési tevékenység tekintetében nem érinti. Annál is inkább nem érinti, hiszen ezek az osztályok, tehát a beavatkozó állomány az ugyanabban a létszámban maradt. Ami változás van, az, hogy a 60-i parancsnokságról a gazdasági, a személyzeti, valamint a hatósági osztály április 1-től most már hivatalosan a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen fog működni. Tehát az átalakítás ezeket az osztályokat érinti gyökeresen. Vannak új elvárások az átalakítás kapcsán? Tulajdonképpen elvárások természetesen vannak, hiszen új vezetés alá kerültünk, egy központi irányítás alá vonták azzal, hogy a önkormányzati parancsnokságból január 1-től állami tűzoltósággá léptünk elő. Természetesen egy új vezetés, új elvárások vannak, aminek meg kell felelni. A személyi állományt érintette az átalakítás? Nem érintette a személyi állományt, úgymond a beavatkozó állomány részéről nem érintette, amit előbb fölvázoltam, ezeken az osztályokon történtek változások. Még Csontos Ambrus úr az átadás napján említette, hogy a személyfelvételek szempontjából talán más elvárások, más prioritások kerülhetnek előtérbe. Ezt már lehet érzékelni, illetve ezzel emellett még azt is kérdezni, hogy mennyire népszerű szakma a tűzoltóság, és mennyire tudnak megfelelni ennek a jelentkezők? Elég szigorú feltételek vannak ahhoz, hogy valaki hivatásos állományú tűzoltó lehessen, megvannak ennek a iskolai feltételei, megvannak neki a személyi elvárások vele kapcsolatban, természetesen a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság. Ezeknek meg kell felelni, és végül is kell egy elhivatottság, egy akarás azért, hogy ebbe a csapatba valaki beletartozzon. Míg ez korábban, ezek a kiválasztások, mivel itt volt a személyzeti osztály, itt történtek 60-ban, most már ez a kirendeltség szintre kerültek ezek is. Kirendeltség, ugye 65 tűzoltó parancsnokság, hatékonyabb munkát vélelmez ez a működés most a tűzoltóság szempontjából? Hatékonyabb, és talán azt mondhatnám, hogy egységesebb munkát fog eredményezni, hiszen hiába voltak a jogi szabályozók az önkormányzati rendszerben hasonlóan előirányozva, mint például most, de maga ezeknek a jogi szabályozóknak az értelmezése és alkalmazása nem volt olyan egységes, mint a mostani január 1-ből életbe lépett rendszerben. Mennyire terheltek egyébként? Ugye tudjuk, hogy most aszályos időszak van, talán lehet, hogy több is a gaztűz, illetve a bozótűz. Mennyi munkája van most a 60-i tűzoltóságnak? Hát most
Egy statisztikai adattal talán tudok ezzel kapcsolatban szolgálni. Most jelen pillanatban az eddig eltelt időszakban 429 vonulásunk volt, mely vonulás kiemelkedően magas az előző éveknek a statisztikájához képest. Ez tulajdonképpen ennek a gerincét, ezek a nyíltéri vegetációtüzek adják. De hát megbirkóznak a feladatok. Természetesen. Lakosság visszajelzésére egyébként kíváncsiak, többször kérdezik őket, milyenek a visszajelzések. Nyilván ez egy fontos szempont, ugye a lakosság vagyonát, a lakosságot védik a tűzoltók. Úgy gondolom, hogy maga a lakosság a beavatkozó állomány részéről sok változást nem érzékel, hiszen ugyanaz a feladatot látjuk el tűzoltás visszakmentés tekintetében, ugyanazoknak a normatíváknak kell eleget tennünk, ugyanaz tulajdonképpen a lakosság védelmi teendőket látjuk el, mint korábban. Jó leső érzés, mikor ezekben a tűzesetek után akár személyesen, akár polgármester, akár egy károsult személy egy köszönő levéllel, vagy akár, amit említettem, személyesen fölkeres minket, és elismerik, megköszöni a munkánkat. Ez egy nagyon jó eső érzés természetesen. Ön szerint mi kell ahhoz, hogy valaki jó tűzoltó lehessen? Nyilvánvalóan szubjektív a kérdés, és talán nehéz is megválaszolni. De... Így van, ez egy nehéz kérdés. Én azt mondanám, hogy elhivatottság mindenképpen kell hozzá. Ez nem egy szokványos munka, ahova az ember 8-tól délután 4-ig tevékenykedik. Itt, ha a szolgált megkívánja, akár plusz idővel korábban bejönni, később maradni, vagy akár a készéti szolgált esetében nem kuriózum, nem ritkaság számba megy például, hogy egy szabadságon lévő tűzoltót vissza kell rendelni a szolgált szervezés érdekében. Tehát ez egy kicsit másabb, úgy mondom, mint egy civil szféra. Még egyszer elmondom, az elhivatottság, az szükséges hozzá, az ember szeresse azt, amit csinál, akarjon segíteni azokon a rászoruló embereken, akik bajban vannak, és tulajdonképpen, ha ez megvan és rendelkezik, utána már csak a szakmai tapasztalatnak a megszerzése kell ahhoz, hogy a munkája kifogástalan legyen. Jól viselik ezt a tűzoltók többnyire? Hát akik már bekerülnek, úgy mondom, a hivatásos állományba, azok már azért tisztában vannak azzal, hogy milyen elvárások vannak velük szemben. Természetesen jól viselik, hiszen ők ezt önként vállalták, ezt a hivatást. Már csak azért is kérdezem, mert amellett, hogy nyilván rugalmas a munkaidő, de erre szokták mondani, rugalmas, de nem a jó értelemben, azért életveszélynek is ki vannak téve sok esetben az állomány tagjai. Abban esetben, hogyha állományba kerül, akkor automatikusan egy esküt fog tenni, mint szóban, mint írásban, ez egy hivatalos tűzoltó eskü, amiben vállalja azt is, hogy akár élete kockáztatása árán is végrehajtja azokat a feladatokat, amiket az előjáróitól kapott. Ön hogyan döntött el, hogy tűzoltó lesz, illetve hogyan lett tűzoltó? Nálam ez egy kicsit egyszerűbb folyamat volt. Azt szabad így mondanom, hogy egy uniformizált családban nőttem föl, nekem már édesapám is tűzoltó volt. Én már a reggel úgy keltem föl, hogy ő már készülődött szolgálatban, még abban az időben még egyenruhába kellett még a lakóhelytől a szolgálatba, illetve a szolgálati helyhez is már egyenruhába kellett menni. Én már azt láttam, hogy ő egyenruhába föltözik és eljön dolgozni. Tehát talán azt is mondhatom, hogy egy indítatás volt számomra ez irányba. És végül is, mikor volt rá lehetőségem, az első alkalmat meg is ragadtam, hogy így is tűzoltó lehessek. Akkor ő már gyermekként is csodálta magát az állományt, hogy azt szokták mondani, hogy legtöbbször, hogy gyermekkorban talán, mert ugye minden gyermek tűzoltó akar lenni, katona, vagy rendőr. Hát ez az indítatás egy kicsit nálam tovább mutatott. Igen. Hiszen én édesapámhoz több alkalommal bementem már a tűzoltóságra, úgyhogy egy bejáratos voltam, ismertem az akkori állományt. Szerintem ez is közrejátszott, hogy ezt a hivatást választottam. Milyen céljai vannak még ezzel a szakmával kapcsolatban? Ugye nyilván most egy nagyot lépett előre, átvette a 60-i tűzoltóságot ezzel kapcsolatban, el is mondta, hogy minél hatékonyabban szeretnél hasonlóképpen vezetni, mint ahogy eddig történt ez a 60-i tűzoltó parancsnokságon, de hová mutathat még ez az életút tovább? Most ez a dolog már még annyira friss, hogy nekem most elsődleges célom, akár még egy rövid távú projekt keretén belül is, hogy ennek a beosztásnak maximálisan megfeleljek,
és utána majd, ha esetleg az élet hoz valamit, akkor természetesen élni kell a lehetőségekkel, de most még hangsúlyozom, elsődleges célom az, hogy ezt a feladatot, ezt a beosztást tökéletesen el tudjam látni. Bízunk benne, hogy így is lesz. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és gratulálok még egyszer a kinevezéséhez. Nagyon szépen köszönöm.